Köszönöm szépen, kedves Valér! Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületének Nótaszó csoportját, annak tagjait, és aki majd később látja, nem csak a tagokat is. Egy mai rendkívüli adás az, ami minket izgalomba hozott, és örömbe, és össze is hozott, amit ma szeretnénk beindítani egy sorozatot. Én, Buvári Lívia, már a nevem alapján is kutakodok, buvárkodok, minden műfajba, mert az a véleményem, hogy ha mindig ugyanazt az 50 dalt ismételjük minden műfajba, akkor soha nem megyünk A-ról B-re. De ha én keresek olyan feledőbe ment gyöngyszemeket, amit az idő talán, vagy ki tudja, hogy miért, per pillanat nem ismernek, viszont értékesnek, szépnek találom, talán ezzel én hozzá tudok a nagy egészhez járulni, hogy egy-egy csemegét fölmutatok önöknek. Buvári fantáziám szívesen kóborol a múltban, különösen a 19. században, mert az minden műfajban egy romantikus kor volt. Gyönyörű volt a klasszikus zenéje is, Chopin, Liszt, de ha Magyarországon körülnézünk, a kiegyezés kora után, akkor kezdett a magyar nemzet ébredezni, és szeretett volna magyarul dalolni, színműveket élvezni a színpadon, és ezt a varázsos kort kutatgatom én elég régóta, amiből az első kis félórás epizódot ma szeretnénk önöknek bemutatni. Címe az, hogy Irodalom és Nóta. Tehát néhány kis vers is föl fog ma este csendülni, az általam kiválasztott ismeretlen csemegékből, de hogy nehogy azt mondják, hogy csupa ismeretlen és nagyon régi módit énekel ez a Lívia, körülbelül 3 olyan dal lesz, ami ma is élő ebből a korból, és azt olyan hangnembe fogjuk Valérkám csinálni, hogy aki ismeri, az mindjárt velünk is dalolhasson. Kollektív hangnem lesz. Kollektív hangnem lesz. D helyett C. Jó? Így van. No, Blaha Lujza nélkül, dalok nélkül elképzelhetetlen a 19. század vége, úgy 1870 után. Ezt a csárdást is sokan éneklik és szeretik. Eresz alatt fészkel a fecske, mi van a kötődbe, menyecske? Eresz alatt fészkel a fecske, mi van a kötődbe, menyecske? Nyári piros hal, Jóslaja megjelent, de jó ízű, nyári piros malva, ponízű. Jóslaja megjelent, de jó ízű, fogadásom tiltja szeretni, de nem a legényűre nevetni. Kijátszom Attila, Attila, Attila. Szeretnék önöknek elmondani. Ugye tudják, hogy a legendás szerzőpáros Pósa Lajos hitelesítette Dankó Pistát, Dankó Pista is hitelesítette Pósa Lajost, és a gyönyörű hazafias verseit Pósa Lajosnak most különösen aktuálisnak érezzük, és mivel ő a gyerekirodalomnak is egyben a megalapítója, egy édes gyerekversét választottam ma. Pósa Lajos, mit beszél a fecske? Különben is aktuális a Erre szabad fészkel a fecske című dal után, de különösen azért is, mert falun végre megjöttek a fecskék, és sokan megjöttek, miközben azt hiszük, hogy már pusztulnak. Tehát Pósa Lajos, mit beszél a fecske? Hallgatsz-e te, Ilikém, a fecske szavára? Megpihenni, ha leszáll az ablakpasára.
Ha kinyitod, Ilikém, Lilium szívecskéd, megérted, mit csicsereg a te füstivecskéd. A jó Isten csicseri, jó szerencsét adjon. Kenyér nélkül ficseri, senki ne maradjon. Kedvet adjon, gazagóst, Ilike babának. Békességet, nyugalmat, mind az egész háznak. Adjon Isten neked is, fürge füstipecske, szorgalmasan dolgozó kicsi kőműveske. Adjon Isten csicseri, jó meleg napocskát. Adjon Isten ficseri, jó sok szúnyogocskát. Pózsa Lajoshoz fűződik az a gyönyörű kis imánk, amit talán minden gyerek az édesanyjától olyan 3 éves kora körül talán tanulhatott. Esti imádság ennek a címe, és szerintem mindenki ismeri. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Te a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz reám. Vigyázz az én szüleimre, minden kedves testvéremre, nagyapára, nagyanyára, egész kedves családjára. Amíg alszom, édesatyám, te vigyázzál mindig reám. És így tovább. Hát most nem templomban vagyunk, de szerintem erre még emlékezni is jó, mert bűbályos ez a kis Pózsa imádság. Pünkösd következik, 3-4 nap múlva itt van pünkösd vasárnap, és ha már nótázunk, én egyből elvejéig. Hadd emlékezzek meg arról, hogy a pünkösd a legszebb ünnepünk. Az öröm ünnepe, a szerelmes hónapban, a párválasztásé, a párválasztó daloknak, a népdaloknak is most van a hónapja. Faluhelyen májusfát állítottak, pünkösdi királyt választottak, és az én szívemnek nagyon kedves ez az 1938 óta már közismert gyönyörű nóta, amit annak idején Eggert Márta is már filmsikerrel, filmslágerrel, világslágerré tett. Piros pünkösd napján imádkozta érte. Erotikája. Kicsit virágnyelven mondták, de ugyanazokat a pincutságokat.
Vörös Sándornak találtam egy 1812-ből való bűbájos erotikus kis versét, amit drága, kedves színész kollégám, aki szintén az Egyesület tagja, Vajk György küldött el azzal, hogy hát, Lívia, neked ez olyan aranyosan állna, Gyurikám, megköszönöm neked ezt az aranyos ötletet, és megosztom magukkal ezt a kis bűvány, de a fantáziaikat nyitsták ki, hogy vajon átvitt értelemben ez a kis ágaskodó csiga szorvája, vajon mit is jelenthet? Hát, talán a végére együtt rájövünk. Bodrog partját csiga járja. Ágaskodik a szorvája, és hogyha fogom kis markomba, a szorváját visszavonja. Szégyenemre! Ám, ha patak főút száján lejtek farmatri szálván, minden legény szemet átva, ágaskodik a szorvája, örömömre! Ahány deák vagy úrféle megfütykölne, tova lépne. Velem tengölt ne akasszon, nem kell nékön bába asszony szégyenemre. Mennyi kényes, dölfös kokas, többet ér egy varga inas. Csirízes kis gatyájába híven vár rám a szorvája. Örömmel. 1812 hangulata. Dankó Pista is írt csigabiga vaskarikát, így hát folytassuk Dankó Pistával a pattogatott kukorica, icca-ricca haj, na ez az erotika, ez Dankó személyes hangja, ahol szövegét is és dallamát is Dankó Pista írta. Nagy huncut volt, figyeljenek csak ide! Pattogatott kukorica, icca-ricca haj, ha megcsókol a galambom, nincsen semmi, népszínű szerzője volt Serli Lajos. Serli Lajos 1855-ben született, és 1939-ben Amerikában halt meg. Ő szerette volna sikeressé tenni a magyar népszínművet legelőször, és Óbudán saját investációból megalapította a kisfaludi színházat. De ebbe anyagilag úgy belebukott, hogy ki kellett tántorogjon Amerikában. Viszont, hogy Amerikában is lett egy Blaha Luisa, azt ő korrepetálta, ő segítette erre a hírnévre, hogy az amerikai Blaha Luisa. Dalait ma is sokan szeretjük, a blokkomat a végén a ma is közismert teliteljes igolyával szeretném zárni, de kérem, hogy azt énekeljük együtt, mert az tényleg ma is él még az emberek köztudatában teliteljes igolya. Én most két kuriozitást szeretnék önöknek Serli Lajostól elénekelni, amit egy nagyon régi archív felvételen egyetlen egyszer Kovács Apollóniától hallottam. Apollónia erdélyi volt, így hát bizonyára neki is megtetszett ez a szép szövegű nóta. De szomorú a tilinkóm hangja. A tilinkó az erdélyi hegyekbe hozza vissza az echó
viszi a hangszín a bánatot és a lélek bánatját. Hát vadérkám, érezzük magunkat Erdélybe, stilingozzunk. Serli Lajosnak tüneményes kis andalgója is van, pikáns, fogyogtatja virágénekek szavával, szinte virágénekszerű kis nóta, ez az andalgó nóta. Anyám, édesanyám, mit csináljak, hogyha úgy megnéznek ezek a legények? Hát majd megmondja édesanyám, hogy mit csináljon. Anyám, anyám, édesanyám, mondd meg, kérlek, miért néznek rám olyan nagyon, sötétbe.
lesz az anyja, kögényem atyagod a sötétbe. Kérj az uram, ne bántson, a kögényem nem adom sötétbe. Te érésem voltam a legény, csókolj a cappan a szájam kezemén, baboljon meg a tóba, nem lehetne bírom a sötétbe. Te érésem voltam a legény, ezt a gicses, már élvezhetetlen humorú valamit, hát jobb lenne, ha nyugatos költő példájára Párizst majmolnánk, és hát ennek lejárt a kora, ez valahogy nem jó. Na nekem pont ezt tetszett meg benne. Ez a himporos, meseszerű, tündérországos, hintóval megyünk a szerelembe, aranyláb, kacsalában forgó alanypalotába visz engem a szerelmem, Valérka. Hadd ábrándozzon bennem az idősödő gyerek, és vigyél el engem hintóval, jó, valahova, így Dankó Pista hullámhosszán. Ez is Dankó, Dankó szövege, dallama Dankó. Teljesen ismeretlen népszínűből, de nekem bűbályos. Piros rózsa, ugye? Piros rózsa tövéről, fakad a bimbó. Idealizált népszínű dalok. Mennyi időnk van?
3 percünk van. Akkor most nem éneklek szomorút, ha bár gyönyörű, a legközelebbi adásba belevesszük, a ne gyónj nekem, minek gyónnál, álnokabb vagy a kígyónál. Ez is az egyik nagy felfedezésem, szinte senki nem énekli. De közös éneklésre kitűnő lenne az a legnépszerűbb dankonóta, ami a nagy áttörése volt Pósa Lajosnak és Dankó Pistának. Ha nem jó mindig, minden este a kapuba kiállni és a leányokkal cicázni. Valérkám, ezt is C-dúrba csináljuk, mert ezt mindenki tudja, aztán énekelgessük együtt, hogy nem jó mindig, minden este a kapuba kiállni. Figyeljük, hogy énekelünk. Persze! Hegedűs Valér, és jó magam. És Bulvári Lívia, a legkedvesebb társam nekem is. Úgyhogy maradjunk ki ebben a megállapodásban. Köszönjük a figyelmet mindenkinek, és köszönjük a türelmüket.